A tanóra célja, hogy a tanulók ismerjék meg a transport folyamatok típusait, és tudják összekapcsolni hétköznapi tevékenységekkel. A digitális tananyagok alkalmazása ennél a témánál azért hasznos, mert a sejtekbe lejátszódó folyamatok szabad szemmel nem láthatók, nehezen szemléltethetők, az animációk segítségével viszont könnyen megérthetők. A diákok interaktív animációkon keresztül ismerhetik meg a folyamatokat, lehetőség van interaktív feladatok végrehajtására és az óra végén a megértés mérésére. Az új ismereteket feltétlenül be kell vezetni a tanulók füzetébe, otthoni tanulásra alkalmas formában. A szavazórendszer segítségével az óra végén könnyen és gyorsan ellenőrizhető, hogy a tanulók megértették-e és elsajátították-e az ismereteket. Jó, akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai biológia óránkon, amelynek témája az anyagforgalom a membránon keresztül. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan zajlik az anyagok szállítása a membránok egyik oldaláról a másik oldalára, át kellene ismételnünk, hogy mit is tudunk a biológiai membránokról. Ehhez kérném Xéniának a segítségét. Egy ilyen animációt, és arra kérnélek, hogy próbáld meg beilleszteni itt a négyzetekben felsorolt információkat az ábránk melletti négyzetekbe. Jó, ez egy rossz válasz volt. Jó, szépen a többit is. Nem baj, levítsuk. Nagyon szépen köszönöm, ügyes voltál. Akkor összefoglaljuk, hogy a membránokról annyit tudunk, hogy egy foszfolipid réteg beágyazottan membránba besüllyedő és membránon átérő fehérjék helyezkednek el, és az anyagok, amelyeket meg fogunk vizsgálni, ezek közül fognak majd valamelyiken áthaladni. Az átjutásnak két módja lesz, a passzív és az aktív transport, ehhez meg fogunk hallgatni egy animációt, és csoportmunkában ezt a táblázatot fogjátok kitölteni. Hogy az animáció során el ne felejtsétek, hogy milyen szempontokat kellene figyelni, mindenkinek adok egy ilyen táblázatot. Ez azért lesz jó, mert egy kicsi időt megspórolunk vele, és hogyha a füzetből be fogjátok ragasztani, akkor otthonra is mindenkinek szépen megmarad. Az első csoport a teremnek az első négy tanulója, és a második sorból Anitáék, a kettes csoportot pedig a hátsó sor, és itt a két lány fogja alkotni. Egyes csoport a passzív transzporttal kapcsolatos információkat figyeli, kettes csoport az aktív transzporttal kapcsolatos információkat. Hogyha meghallgattuk az animációt, akkor a két csoport tagjai közösen meg fogják beszélni, hogy hogyan is kell majd kitölteni ezt a táblázatot. Az élő szervezetek membránjain keresztül zajló passzív transzport mindenféle speciális képet nélkül is végbe mehet. Ekkor mindössze a kettős foszfolipid réteg vesz részt benne. A kisméretű töltéssel nem rendelkező apoláris molekulák így jutnak át a membránokon. A szállításnak ez a típusa az egyszerű diffúzió. Az élő sejteknek gyakran kell különböző molekulákat rövid idő alatt szelektíven nagy mennyiségben felvenniük vagy leadniuk. A biológiai membránok olyan speciális, úgynevezett membrán transport fehérjéket tartalmaznak, amelyek felgyorsítják ezeket a folyamatokat. Ezt az energiát nem igénylő passzív transportot facilitált diffúziónak nevezzük. A membrán transport fehérjéknek két fő típusa van. Az egyik csoportot a csatorna fehérjék alkotják. A csatorna fehérjék a membránon átívelve összekötik a két oldalon lévő tereket.
A központi csatorna csak egyes anyagok számára átjárható, azaz csak meghatározott típusú részecskéket enged át. Ezek általában nem kötődnek kémiailag a csatorna fehérjékhez. A csatorna fehérjék, főleg a vízoldékony poláris részecskék, például az ionok szállításában vesznek részt. A membrán transport fehérjék másik csoportját a hordozó fehérjék képezik. A hordozó fehérjék meghatározott anyagokat szállítanak. A szállított részecskék hozzákötődnek a hordozó fehérjékhez, melyek hatására annak térszerkezete megváltozik. Ez a változás teszi lehetővé, hogy a szállítandó részecskék a membrán másik oldalára kerüljenek és ott leváljanak. Az anyag leválása után visszaáll a fehérje eredeti térszerkezete, így újabb részecskéket szállíthat. A sejthártya számos fehérjéje vesz részt a sejt külső és belső környezete közti jelátvitelben. Ezeket nevezzük receptoroknak. Jó, akkor a csoportok tagjai szépen megbeszélik, hogy mit is hallottak ebben a 3 perces animációban, amit erre Alika oldaláról választottam. Gyertek le a többiekhez, jó? Na, készen van a 2 csoport? Akkor kérném szépen az 1-es csoportból mondjuk Anitát, hogy jöjjön és írja be az információkat. Jó, vedd el, légy szíves a tollat, és akkor a tiétek volt a passzív transport. Mit tudtunk meg róla? Van ATP igénye ennek a folyamatnak? Nincs, nagyon jó. Hol jutottak át az anyagok? A membránnak? Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát vagy a 2-es lipid rétegen keresztül, vagy a fehérjén. Rövidíthetés. Jó. Milyen anyagok jutottak át ilyen módon? Egy nagyon jó. Egy példát tudsz rá mondani? Víz. Nagyon jó. És eközben milyen koncentráció volt a membrán 2 oldalán? Kicsi felé, nagyon jó. És akkor közben a másik csoportból pedig Enikőt kérjük meg, hogy ő is jöjjön. Köszönjük szépen, Anita. Na akkor ezzel szemben milyen volt az aktív transport? Van ATP igénye? Van. Hol jutottak át az anyagok? Ion csatornán. Illetve hallhattunk még egy fontos információt, hogy mi segíthetett még az átjutásban a hordozó fehérje. Jó, a hordozó fehérjét is odaírhatod. Jó, átjutó anyagokra egy példát. Glükóz, mert ez milyen a vízhez képest, mekkora méretű? Nagyobb. Jó, és milyen volt a koncentráció? Milyen koncentráció felül a nagy felé? Nagyon jó. Akarsz nyilat is, hogy kicsit felül a nagy felé. És közben természetesen a többiek is kitöltötték a saját táblázatukat.
Nagyon jó, köszönjük szépen a segítséget, ügyes voltál. Hogyha tudjuk, hogy az anyagok ez alapján a két transport folyamat alapján haladhatnak át a membrán egyik oldaláról a másik oldalára, akkor nézzünk egy példát is. Hogyha megnéznénk, hogy vörösvérsejtek vagy vörösvértestek hogyan viselkednek különböző töménységű oldatokban, és meg is fogjuk ezt nézni, akkor azt láthatjuk, hogyha eltolom a koncentráció viszonyokat, akkor mi történik most a vörösvértestekkel? Hová áramlott a víz a belsejükből? Sejten kívülre, ezért a vörösvértestek összelapultak. Viszont, hogyha a másik irányba tolom el a koncentrációt, akkor a vörösvértestek szépen kisimulnak, mert most a belsejükbe áramlik a víz. Nagyon jó. Az anyagok egyébként természetesen nem csak a membránban feloldódva, illetve annak a fehérjén keresztül tudnak haladni, hiszen ennél nagyobb méretű anyagokat is fel kell venni egyes sejteknek, vagy éppen leadni. Az állatvilágban erre találunk példát, és ennek a folyamatnak a neve az endo és az exocitózis. Vajon miért az óriás a műba itt most a háttérkép? Igen, és azért az óriás a műbe a hátterünk, mert ő ilyen módon fog táplálkozni. Na, nézzük akkor, hogy pontosan hogyan is. Most itt fogjuk látni azt, amit Kinga szépen összefoglalt nekünk. Hogyha elindítom az animációt, mindjárt el fog indulni, remélhetőleg. Jó, tudok a másik oldalra. Tehát a membrán részecskéi leváltak és földbevették, illetve exocitózisnál egybeolvadnak a sejthártya felületével. Ennek köszönhetően pedig endocitózisnál csökkenni fog a sejthártyának a felülete, exocitózisnál pedig egy picit növekedni. Szeretem volna még egyszer. Tehát akkor mi a különbség az endo és exocitózis között irányát tekintve, hogyha válaszolunk a feltett kérdésekre? Az egyik magyarul be, keverezést jelent, a másik pedig anyag leadást. Nagyon jó. Akkor nézzük, hogy mennyire voltunk sikeresek ennek a tananyagnak az elsajátításával. Vegyük a kezünkbe a Szenteó szavazórendszert. Próbáljunk válaszolni az első kérdésünkre. Melyik folyamat lesz membránon keresztüli anyagáramlás? Jó, még egy válasz, nagyszerű. Mind a 12-en válaszoltatok. És itt látjuk a grafikonon, hogy hogyan. Hát teljesen vegyes válaszok érkeztek. Ugye itt a helyes válasz a C lett volna, hogy mind a két folyamat a membránon keresztül zajlik. Hát kaptunk rossz válaszokat is, de semmi probléma. Jó, nézzük a következő diánkat. Melyik folyamat során csökken a koncentráció különbség a membrán két oldala között? Tehát melyik folyamatra igaz, hogy amikor ez megtörténik, akkor csökkenti a koncentráció különbséget? Lehet küldeni a válaszokat.
Jó, itt is nagyon ügyesen válaszoltatok, csak kicsi tévedések voltak. Melyik folyamat során marad változatlan a koncentráció különbség a membrán két oldala között? Jó, akkor most indítom. Most lehet küldeni a válaszokat, ezt mindig várjátok meg. Nagyon jó, mindenki válaszolt. Itt egy picit a képen mögött elbújt a grafikon, de azért így is látjuk a százalékos megoszlásokat. Ugye itt a helyes válasz az lett volna, hogy egyikre sem igaz, hiszen mindig változik a koncentráció különbség, ezt a többség tudta is, de ezért néhány válasz érkezett a B és a C variációra is. Melyik folyamat mehet végbe a foszfatid rétegen keresztül? De az óra elején megbeszéltük, hogy hol van a foszfatid réteg. Most lehet küldeni a válaszokat. Jó, még egy választ várunk. Jó, megvan mind a 12. És itt megint elbújt a grafikonunk, de azért szerencsére itt is látjuk, hogy a B válaszra azért túlnyomó többségében helyesen válaszoltunk. És melyik folyamat mehet végbe csak membránfehérjék közvetítésével a felsoroltak közül? Lehet küldeni a válaszokat. Jó, megvan mind a 12. És itt nagyon ügyesen válaszoltatok. 75%-ban jó válasz érkezett erre a kérdésre. Akkor foglaljuk össze, hogy mit is tanultunk meg a mai órán. Hol helyezkednek el a membránok a sejtekben? Ilyen képlet lehet vagy a sejthártya, vagy a sejtalkotóknak a határoló membránja. És megismerkedtünk négy olyan folyamattal, amelynek segítségével a sejtek képesek anyagot felvenni vagy leadni. Ez a négy mi volt? Enikő? Passzív transzport? Aktív transzport? Endocitózis és exocitózis. Miért volt fontos megismerkednünk ezekkel a folyamatokkal? Mert az élővilágban számtalan példa létezik ezekre a folyamatokra, például az óriási műve táplálkozása, vagy a vörösvértestjeink viselkedése a különböző töménységű adatokban. Nagyon ügyesek voltatok ma. Mindenkinek köszönöm a figyelmet és a munkáját. És akkor további szép napot kívánok mindenkinek, mára befejeztük.